Egy halálos fegyver, mely napjaink egyik leghíresebb emberrablásának titkát őrzi. Ezek az emberek háborút akartak. Nincs más magyarázat a tettükre. Egy rejtélyes tengeri élőlény, mely elképesztő titkot hordoz. Ez a világ legalkalmazkodóbb ragadozója. És egy talány, mely Amerika történelmének egyik legborzalmasabb természeti katasztrófáját okozta. Az épületek összedőltek, az aszfalt megnyílt. A város megsemmisült. Szerte az Egyesült Államok területén a nemzet leghíresebb intézményeiben Amerika nevezetes történelme tárul elénk. A múlt bámulatos kincsei bizarr relikviák. Minden csodás lelet egy újabb történetről mesél. Titkokról, melyek arra várnak, hogy lerántsuk róluk a leplet. Ezek a múzeum rejtélyei. Los Angeles, Kalifornia. A világ szórakoztató fővárosa, a fényűzés, a napsütés, az álmok otthona és a hírnévre vágyók első számú úti célja. Ám létezik egy sötét oldala is. A Los Angeles-i rendőrmúzeumban az egykori rendőr Glyn Martin őrzi a város leghírhettebb bűnügyeihez, köztük a Manson család gyilkosságaihoz és a Hillside-i folytogatókhoz kapcsolódó tárgyak gyűjteményét. Ezek az Egyesült Államok leghíresebb bűntényei, melyek itt Los Angelesben történtek. A gyűjtemény tartalmaz egy olyan tárgyat, melynek bizarr története semmi máshoz sem fogható. Egy olyan eszközt, mely fontos szerepet játszott egy nem mindennapi bűntényben. Ez a félautomata fegyver 90 centi hosszú, 2 kiló és percenként 1200 lövést lehet vele leadni. Ez egy M1-es gépkarabély, melyet Amerika történelmének egyik leghíresebb tűzharcát követően foglaltak le. A szakértők úgy vélik, hogy ez a gépfegyver egy legendás szökevényi lehetett, egy kegyetlen gyilkosé, aki Tanyának nevezte magát, és aki rettegésben tartotta a nemzetet. De a lány nem a szokványos bűnözők egyike volt. Barátai és családja számára csupán egy ártatlan 20 éves diáklány, akit eredetileg Patty Hearstnek hívtak. Patty Hearst dúsgazdag örökös nő, apja Randolph Hearst. Nagyapja pedig William Randolph Hearst híres sajtómágnás volt. Egy tehetős fiatal hölgy, aki a Berkeley Egyetemen tanult. 1974 áprilisában a San Francisco banknál készült felvételek, melyeken Patty Hearst fegyverrel a kezében látható, sokkolták a nemzetet. A modernkori történelem eme bűntényének legnagyobb talánya, vajon mi késztette a lányt arra, hogy fegyvert ragadjon? A történet két hónappal korábban kezdődik, 1974. február 4-ének éjjelén. Patty Hearst éppen Berkeley otthonában tartózkodik, tévét néz vőlegényével, amikor csengetnek. Három felfegyverkezett bűnöző ront a lakásba. Patty vőlegényét összeverik, a lányt pedig az utcára vonszolják. Pattyt betuszkolták kocsi a csomagtartójába, majd támadói elhajtottak vele az éjszakába. Patty Hearstot elrabolták. De vajon kik? És mit akarnak tőle? Nyolc nappal később egy névtelen kazettát küldenek a Berkeley rádióállomás számára, melyen Patty Hearst üzenete hallható. Egy automata fegyverekkel felszerelt csapat tart fogva. Értik a dolgukat. A felvételből kiderült, hogy a szimbiózis felszabadító hadsereg tagjai rabolták el a lányt. A szimbiózis felszabadító hadsereg, azaz az SLA egy baloldali tömörülés volt, mely a kapitalista társadalom lerombolását tűzte ki célul.
Az SLA nem a 60-as, 70-es évek szokványos baloldali csoportja, hanem inkább katonai jellegű társaság volt. A csoport azt követelte, hogy Patty családja hatalmas vagyonából ajánljon fel a szegények élelmezésére egy nagyobb összeget. A lány apja ennek eleget is tett. Több millió dollárt érő élelmiszert osztottak szét a szegények között. Ám Pattyt mégsem engedték szabadon. Majd nem sokkal később sorsdöntő fordulatot vett az ügy. Az amerikaiak megrökönyödtek. Április 15-én San Francisco egyik külvárosi kerületében rablók rontanak egy bankba, ahol 10 000 dollár zsákmányolnak és lelőnek két ártatlan szemtanút. Elsőre mindez csupán egy újabb erőszakos bűnténynek tűnik, ám amikor az FBI megvizsgálja a biztonsági kamerák felvételeit, megdöbbentő felfedezést tesznek. Az elkövetők az SLA ismert tagjai, és a sötéthajú nő, aki egy M1-es karabélyt tart a kezében, nem más, mint Patty Hearst. Hearstöt megörökítette a kamera, amint éppen egy bankot rabol ki fogvatartóival. A felvétel, melyen Hearst egy fegyvert tart a kezében, az esti hírekben került leadásra. Amerika megdöbbent. Vajon a lány elrablói kényszerítették, hogy részt vegyen az akcióban? Vagy a fiatal örökösnő önként állt a forradalmárok mellé? A választ egy újabb kazetta adta meg. Azoknak, akik azt hiszik, hogy agymosáson estem át, üzenem, hogy én már a néphadsereg katonája vagyok. Bevallotta, hogy terrorista lett. Csatlakozott az SLA-hez. A bűnüldöző szervek egész Amerikában akcióba lendültek, hogy leleplezzék a terroristák tartózkodási helyét. És egy hónap múlva sikerrel is jártak. 1974. május 16-án a rendőrség felfedezte a bűnözők búvóhelyét Los Angeles külvárosában, Inglewoodban. Kezdetét vette a történelem egyik leghíresebb tűzpárbaja. Ezek az emberek háborút akartak. Nincs más magyarázat a tettükre. Tűz! Két órája tartott a lövöldözés, amikor a banda búvóhelye lángra lobbant. A hamu közt a rendőrség 6 SLA aktivista holttestére bukkant, és egy M1 gépkarabélyra, melyet valószínűleg Patty Hearst használhatott a bankrablásnál egy hónappal korábban. A fiatal örökös nőnek nyoma veszett. A fegyver és a róla készült képek azonban megpecsételték sorsát a bíróság előtt. Egy hónappal később egy füles nyomán San Franciscóban sikerült letartóztatniuk a lányt. Két évvel azután, hogy elrabolták, Patty Hearst fegyveres rablás miatt állt a bíróság elé. És a bizonyítékok mind ellene szóltak. A fénykép, melyen fegyverrel a kezében látható, központi szerepet kapott a vádban. A közvélemény ekkor már nem szimpatizált vele, inkább haragudtak rá. Úgy érezték, elárulta őket. Patty védői azonban azzal védekeztek, hogy a lány agymosáson ment át. Azt állították, hogy bárki, akit bezárnak, megerőszakolnak vagy megtámadnak, azt teszi, amit a fogvatartói mondanak, csak hogy kiszabadulhasson. Azonban az esküdteket nem sikerült meggyőzniük. A lányt bűnösnek találták, és Patty a szövetségi börtönbe került. 35 évet kapott. Ám akadtak olyanok, akik továbbra is szimpatizáltak a lányjal, köztük Jimmy Carter is. Mindössze 22 hónap múltán az ítéletet megváltoztatták, és Patty Hearstöt szabadon engedték. Végül elnöki kegyelemben részesült. 40 év után sokak számára a mai napig érthetetlen, miért viselkedett így Patty Hearst elrablása alatt. Vajon tényleg agymosáson esett át? Megkínozták, vagy önként vállalta a küldetést? Senki sem tudja biztosan. És bár a fegyverhez fűződő terror már a múlté, a Los Angeles-i rendőrmúzeumban még ma is őrzik annak bizonyítékát, hogyan változott át egy fiatal egyetemista lány fegyveres rablóvá.
Száz évvel korábban merőben más bűntény történt egy igazán furcsa helyen. A Cambridge-ben található Harvard természettörténelmi múzeumban őrzött óriás kövület egy hátborzongató gyilkosságban játszott központi szerepet. Mindez a folytatásban. Cambridge ad otthont Amerika egyik legrégebbi múzeumának, a Harvard természettörténelmi múzeumnak, melynek termeit több mint 21 millió faj tölti meg, és mesél drámai históriákat a földi életről. Ám a legkülönlegesebb történet ehhez az állathoz köthető. 7 tonnát nyom, agyara pedig másfél méter hosszú. A 10 000 évvel korábban kihalt állat a masztodon megkövesedett csontjait 1844-ben ásták ki. Ez a méltóság teljes teremtmény kulcs szerepet játszott Amerika egyik híres egyetemének bizarr történetében, mely becsvágyról, kapzsiságról és gyilkosságról mesél. Boston, 1844. John Webster, ambiciózus harvardi orvos professzor, hírnevet akar szerezni. Szeretné megvásárolni a világ egyik legszebb masztodon csontvázát, és odaadományozni azt a Harvard Egyetemnek. A tudományos forradalom hajnalán a csontokért nagy küzdelem folyt, mely az értelmiségiek körében különösen kiélezett lett. A kövületek gyűjtése a felső osztály, a társadalmi elit kiváltsága volt. Az elszánt Webster úgy vélte, a masztodon megszerzése kiváló lehetőséget nyújtana, hogy dicsőséget és presztízst szerezzen. Ez a lelet ritkaságnak számított, és mivel épségben megmaradt, úgy gondolta, a Harvard gyűjtemény impozáns része lehetne. Ám egy valami keresztezte a számításait. Nem engedhette meg magának, hogy 3000 dollárt fizessen érte. 3000 dollár manapság nem tűnik olyan soknak, de ez ma úgy 200 000 dollárnak felelne meg. Ám az eltökélt Webstert nem lehetett eltántorítani, adományokat kért barátaitól és kollégáitól. Arról volt híres, hogy lehetőségeihez mérten meglehetősen fényűzően élt. Bár orvosként igen jól keresett, pénzügyi téren elég sok meggondolatlan döntést hozott. Webster mindenképpen meg akarta szerezni az összeget, ezért kölcsönért folyamodott egykori diáktársához, George Parkmanhez. Parkman egy igen gazdag család sarja volt, aki akkoriban főként apja birtokának gondozásával foglalkozott. Parkman nagy lelkű adománya révén Webster megszerezhette a masztodont. Ám hamarosan hatalmas adósságot halmozott fel, és a történet bajós fordulatot vett. 1849 késő novemberében Webster kisegítőjének, George Parkmannek rejtélyes módon nyoma veszett. Az eltűnt személy utáni kutatás során a rendőrség egy igen furcsa információ birtokába jutott. Utoljára akkor látták Parkmant, amint besélt át a Harvard Orvosi Egyetemére, hogy meglátogassa John Webstert. Az adósságot akarta behajtani? Vajon Websternek köze volt Parkman eltűnéséhez? És nem csupán a rendőrségnek volt gyanús John Webster. Az iskola portása, Ephraim Littlefight, szintén furcsállotta, amit Webster laboratóriumában tapasztalt. Webster furcsán viselkedett. Magára zárta a laboratóriumot, ami korábban nem volt szokása. Egyfolytában folyatta a vizet, és égett nála a tűz. Littlefight, a portás, meg volt győződve arról, hogy a zárt ajtók mögött valami gyanús dolgot művel, ezért maga is nyomozásba kezdett. Egyik este Littlefight lement az egyetem alaksorába. Megkereste a Webster laboratóriuma alatt húzódó falat, és elkezdte kivésni az 5 rétegnyi téglafalat. A falak közti résben szörnyű látvány tárult elé. George Parkman feldarabolt holtteste.
Akkoriban ez igazi szenzációnak számított. Egyrészt, mert egy feldarabolt testről volt szó. Másrészt pedig azért, mert a bostoni felső osztály két tiszteletben álló tagja volt érintett az ügyben. Boston városa megdöbbent. John Webster professzort gyilkosság vádjával őrizetbe vették. 1850-ben a portás terhelő vallomása nyomán megállapítást nyert Webster bűnössége, akit kötél általi halálra ítéltek. A kövület kiállításáért folytatott küzdelem két ember életet követelt. A Harvard Természettörténelmi Múzeumának leletei között a mai napig ott található az a masztodon, amely az élet és halál bonyolult történetéről mesél. A kaliforniai San Diegóban egy másik furcsa és igen erős állattal találkozhatunk, mely azonban nagyon is él. Ez a világ legalkalmazkodóbb ragadozója. Mindez a folytatásban. A kaliforniai San Diego ad otthont a Scripps Oceanográfia Intézetnek. Ebben az akváriumban több mint 660 ezer liter víz fér el, melyben a tengeri élet csodás élőlényei kerülnek bemutatásra. Azonban a színfalak mögött az ezernyi faj közt az intézet kutató laboratóriumában egy érdekes organizmust őriznek életének különböző szakaszaiban. Egy állatot, mely születésekor kisebb, mint egy rizszem, és amelyik nem sokáig marad ilyen apró. Elképesztő falánkságának köszönhetően igen gyorsan, közel 2 méteres szörnyeteggé fejlődik. Az intézet kutatói itt tanulmányozzák a tengerek egyik legtitokzatosabb és legfurcsább teremtményét. Még alig ismerjük a felépítésüket. Itt szinte semmit sem tudunk arról, hogyan változtak az idők során. Sokan a mélység szörnyeként emlegetik, elvetemült vadállatnak tartják, mások vörös démonnak vagy repülő tintahalnak nevezik. Pedig valójában Humboldt tintahal a helyes elnevezésük. Ők a csendes óceán keleti vidékének őshonos állatai, melyek jóval elterjedtebbek, mint híres rokonaik az óriás tintahalak. És sokak számára félelmetesebbek is. Az a monda járja, hogy csónakjaikból kiragadják a halászokat, és magukkal húzzák őket a mélybe. Vajon hogyan lettek a tengerek legtermékenyebb és legerősebb ragadozói, és mivel érdemelték ki a kegyetlen jelzőt? Hogy feltárják titkait, a Scripps tudósai biztonságos, laboratóriumi körülmények közt tanulmányozzák ezeket az állatokat. Ám nem ők az egyetlenek, akik meg akarják fejteni rejtélyeiket. Scott Cassell hivatásos búvár természetes közegükben figyeli megviselkedésüket. Az ilyen szemtől szembeni találkozás alkalmával megtapasztalhatja, milyen erő lakozik bennük. Már rengetegszer támadtak rám Humboldt tintahalak, és mondhatom, igencsak erős állatok. A jobb vállamat kirántotta egyikük. A csuklóm 5-ször tört el, és a dobhártyám is beszakadt, amikor az egyik példány rám csapott a fejével. Elég veszélyes állatok. Olyan élőlények, melyek egész arzenálnyi fegyverzettel rendelkeznek. Karjaikon nem csupán szívó korongok találhatók, hanem borotva éles fogak is. Amint belefúrja az áldozat a testébe, képes a szövetekig mélyezteni azokat és szorosan tartani. Azonban az állat legveszélyesebb és legjellegzetesebb része a csőre. A tintahalak puha testűek, a csőrük azonban rendkívül kemény. A csőr borotva éles, ezt mélyezti bele a prédájába. Ezzel a veszedelmes, pengeszerű szervvel képes kitépni egy darabot áldozata lágyszövetéből. Ezeknek a fegyvereknek a birtokában a tintahal páratlan ragadozónak tekinthető. A Humboldt tintahalak igazi zabagépek, rendkívül telhetetlenek. Ha nem jutnak elegendő táplálékhoz, egymást fajják fel.
Úgy tartják, hogy táplálékuk 20%-át saját fajuk teszi ki. De vajon a Humboldt-tintahalak valóban válogatás nélkül gyilkolnak? Vagy talán tévedünk? A Scripps intézet tudósai a faj tanulmányozása közben olyan felfedezést tettek, mely talán segít magyarázatot találni eme teremtmény viselkedésére. A Humboldt-tintahal a Föld egyik leggyorsabban fejlődő állata. Egy-két év alatt fejlődnek ki teljesen. Ilyen rövid idő alatt néhány milliméterről közel 2 méteresre nőnek. Minél nagyobbak lesznek, annál kisebb az esélyük, hogy más ragadozók zsákmányaivá váljanak. Bizonyára ez az elképesztően gyors fejlődés ad magyarázatot hihetetlen étvágyukra. A Humboldt-tintahalak agresszív magatartásának hátterében az állhat, hogy hihetetlenül gyors növekedésükhöz rengeteg élelemre van szükségük. Méretükkel együtt nő étvágyuk, valamint prédáik is. De vajon az embereknek tartaniuk kellene ezektől az agresszív ragadozóktól? Csak azokra nézve jelent veszélyt, akik szerencsétlenül éppen akkor merészkednek a közelükbe, amikor táplálkoznak, vagy megzavarják őket valamiben. Mivel elképesztő gyorsasággal fejlődik, a Humboldt-tintahal kiválóan alkalmazkodott a mélyvízi élethez. Itt a Scripps Oceanográfiai Intézetben a kutatók tovább folytatják ezen csodás élőlény tanulmányozását, hogy megfejtsék a tenger mélyének titkait. Innen keletre, az új-mexikói sivatagban a szovjet KGB emberei bejutnak egy amerikai fegyverraktárba, és megszerzik annak legféltettebb titkát, mellyel átírják a történelmet. Hogy történhetett ez meg? A folytatásban kiderül. When Mysteries at the Museum returns. Northern New Mexico. Új Mexikó északi tája. Közel 70 évvel ezelőtt ebben a sivatagban a Los Alamos Nemzeti Laboratórium tudósai létrehozták az első atombombát, megváltoztatva ezzel a történelem irányvonalát. A Bradbury Tudományos Múzeum tisztelettel adózik ezen úttörő tudósok munkája előtt. Gyűjteményük legérdekesebb darabjai azonban nem a múzeum területén kaptak helyet, hanem egy különleges irattárban. Gondosan fóliák közé bújtatva őrizték meg az 5x5 centis, 18 darabból álló gyűjteményt. Ezeket a kivételes belépőket, melyek szabad bejárást biztosítottak a szigorúan titkos Los Alamosi laboratóriumba. Ám az egyik különbözik a többitől. Az, mely egy cselszövésről és árulásról szóló történetről mesél, és ami egyaránt sokkolta a Kremlt és a Fehérházat is. A tulajdonosát pedig Klaus Fuchsnak hívták. És amit tett, az örökre megváltoztatta a világot. 1945. júliusa. Európában véget ér a második világháború, miközben a Csendes óceánon tovább folyik a harc a japánok ellen. Új-Mexikóban a kormány tudósai egy titkos fegyver kidolgozásán munkálkodnak, mellyel reményeik szerint az amerikaiak megnyerhetik a háborút. Az akció fedőneve Manhattan terv lett. A Manhattan tervnek az volt a célja, hogy megépítsék a világ első atombombáját. A projekt összes eleme titkos volt, és minden egyes helyszínt szigorúan ellenőriztek. Bármilyen apró hiba felbőszítette a vezetőséget. Miközben a tudósok Új-Mexikóban az első atomfegyver elkészítésén dolgoztak, melyet Hiroshima városára akartak ledobni, az Egyesült Államok hírszerzése attól tartott, hogy az ország ellenségei megpróbálják majd ellopni a bomba titkát. A második világháború kirobbanása óta az amerikaiak igencsak bizalmatlanul viselkedtek az orosz vezetővel, Joszif Sztálinnal szemben. Folyamatosan ellenőrizték a szovjetek kommunikációját, kémek
után kutattak az Egyesült Államok területén. A második világháború kezdetén még a szövetségeseink voltak, de tisztában voltunk azzal, hogy a jövőben a Szovjetunió inkább az ellenfelünk lesz. Az amerikai kódfejtők 1948-ban jártak először sikerrel, amikor is sikerült megfejteniük néhány igen titkos szovjet üzenetet. A projekt neve Venona volt. Ezek nem csupán beigazolták az amerikaiak feltételezéseit, de arra is fényderítettek, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint ahogy azt gondolták. Kiderült, hogy a Manhattan Projectet kiszivárogtatták, és az Egyesült Államok területén végzett titkos műveletek sem maradtak rejtve a szovjetek előtt. A számos kódnév közül az egyik kitűnt a többi közül. És ez a név a REST volt. Az amerikai hírszerzéstől többen is úgy vélték, hogy a REST fedő nevű egyén adta ki az atombomba titkát a szovjeteknek. Ám a névhez tartozó személy kilétét és tartózkodási helyét egyaránt homály fette. 1949 nyarán az amerikai nyomozóknak angol kollégáik segítségével sikerült beazonosítaniuk a név tulajdonosát, az egykori Los Alamosi tudóst és kommunista szimpatizánst Klaus Fuchst. A Manhattan Project elméleti fizikusaként Fuchs hozzáfért az atombomba készítésének szigorúan titkos információihoz. A férfit 1950-ben tartóztatták le. Kihallgatása során bevallotta, hogy ő a REST fedő nevű kém, és feltárta árulásának részleteit is. Megtudtuk, hogy Santa Fe-ben találkozott a kapcsolatával. Egy előre meghatározott helyen. Fuchs beszállt az autójába a férfival, és ott adta át az információkat. 1943 és 45 között Fuchs legalább 8 alkalommal találkozott KGB-s kapcsolatával, akivel megosztotta, hogy létezik egy olyan fegyver, melyet szempillantás alatt megsemmisítheti az emberi civilizációt. A bomba egyes részleteit ábrázoló, pontos méreteket feltüntető részletes rajzokat adott át. Technikai elméleti információkat és azt is, hogy milyen robbanóanyagot használnak a bombához. Klaus Fuchsnak köszönhetően a Szovjetunió kezébe került az a forgatókönyv, melynek segítségével megalkothatta saját atombombáját. Fuchst kémkedés vádjával állították bíróság elé, melyért 14 év börtönbüntetést kapott. Az atombomba titkának átadása teljesen átformálta a világtörténelmet. Fokozta az ellentéteket. Siettette a hidrogénbomba mielőbbi kifejlesztését, befolyást gyakorolt a McCarthy érára, és megváltoztatta az emberek gondolkodásmódját. Klaus Fuchs árulásában központi szerepet játszott ez a belépőkártya. Enélkül soha nem lett volna képes elárulni az országot és kiadni az atombomba titkát a Szovjetuniónak. Ez a kislap arra emlékeztet bennünket, hogy egyetlen ember, egyetlen tette képes örökre megváltoztatni a világot. Fél évszázaddal a tömegpusztító fegyverek megjelenése előtt San Franciscót romba döntötte egy pusztító természeti katasztrófa. És ez a lóval vontatott tűzoltóautó szemtanúja volt az apokalipszisnek. Hogy mi történt? A folytatásban megtudják. A kaliforniai San Francisco a nyugat Párizsa. Ez a bámulatos modern város a 19. századi aranyláznak köszönheti létét. A San Franciscói Tűzoltó Múzeumban a veterán tűzoltó Paul Berry és csapata tartja karban azt a szerkezetet, melyet 150 éven át használtak arra, hogy felvegyék vele a harcot a tűzzel. Le, fel! Sok emberre volt szükség. Általában hatan álltak egy oldalon, akik percek alatt kifulladtak. A szerkezet 30 méterre is felért. A gyűjtemény régi darabjai közül egy kitűnik a többi közül. Több mint 2 tonnát nyom.
Fából és acélból készült, és percenként 2000 liter vizet képes kipumpálni. Ezzel a szerkezettel számtalan tüzet oltottak el akkoriban. Ám ez a gyönyörű La France tűzoltóautó sem tudta felvenni a harcot azzal a katasztrófával, mely San Franciscót térdre kényszerítette. Azzal a borzalmas eseménysorozattal, mely porig rombolta a város épületeinek felét, és közel 3000 ember életét oltotta ki. Ez volt Amerika történelmének egyik legkegyetlenebb természeti csapása. De vajon mi döntötte romba San Francisco városát azon a végzetes napon? A válasz talán megdöbbenti önöket. 1906. április 18-a. Amint felkel a nap, még senki sem gondolja, milyen szörnyűségnek lesz tanúja a város. A megszokott nyugodt reggelre ébredtek. Azonban 5 óra 12 perckor bekövetkezett a katasztrófa. San Francisco városát történetének legnagyobb erejű földrengése rázta meg, mely 8,1-es erősségű volt, és úgy 42 másodpercig tartott. A város megsemmisült, az épületek összedőltek, az aszfalt megnyílt. Azonban azon a napon nem csupán a földrengés okozott katasztrófát San Francisco városában. Az újabb csapás még csak ezután következett. A földmozgás miatt megrongálódtak a gázvezetékek is, ami újabb katasztrófához vezetett. A törött vezetékekből szivárogni kezdett a gáz, mely gyorsan lángra kapott. Hamarosan azok az épületek is lángba borultak, melyek a földrengés során nem dőltek össze. A San Franciscói tűzoltóság 26-os egysége azonnal a helyszínre sietett. Ennek a La France tűzoltókészüléknek a segítségével próbálták felvenni a küzdelmet a lángokkal. Minden tőlük telhetőt megtettek. Még soha nem találkoztak ekkora tűzzel. A helyszínre érve a hősies tűzoltókat újabb meglepetés fogadta. Nem csupán a gázvezetéket rongálta meg a földrengés. Amikor a tűzoltók csatlakoztatni akarták a tömlőket a kúthoz, semmi sem történt, mivel a vízvezeték is megsérült. A tűzoltók rémülten nézték végig, ahogy a tűz utcáról utcára haladva felperzseli városukat. A tűzoltóság leghatékonyabb eszköze haszontalanul és tehetetlenül állt, amint a lángok pokollá változtatták San Francisco városát. Víz hiányában kénytelenek voltak feladni a harcot. A helyzet reménytelennek tűnt. A nap végén a földrengés már csak egy távoli emlék lett. Eltörpült a tűzvész mellett, mely elpusztította a várost. A 26-os és a város többi egységének napokba telt, míg urrá lettek a helyzeten. A 30 méter széles Van Ness sugárutat használták természetes tűzgátként, hogy megfékezzék a lángokat. A hatalmas tűzvész letarolta a várost, és több mint 3000 ember életet követelt. Sokaknak a nagy földrengés jut eszükbe az 1906-os San Franciscói pusztítással kapcsolatosan, pedig a tűz volt az, mely a város 90%-át megsemmisítette. Mindezek után a remény utat tört a romok között. San Francisco újjáépült, és ismét a nyugati part meghatározó városa lett.
1917-ben, csaknem 10 évvel a katasztrófa után, a 26-os egység megvásárolta az első motorizált tűzoltóautóját. Így a La France gőzgép, melyet a város legnagyobb tűzével szemben nem tudtak bevetni, nyugdíjba vonult. Ez a szerkezet ma azon kevés relikviák egyike, melyek Amerika történelmének egyik legborzalmasabb természeti katasztrófájának emlékét őrzik. Azon bátor férfiaknak állít emléket, akik eszközeikkel képtelenek voltak megbirkózni a földrengéssel és az azt követő iszonyatos tűzvésszel. Miközben egy katasztrófa San Francisco városának tűzoltóságát tette próbára, a túlsó parton elterülő Ellis Islanden egy egyszerű próbatétel ezrek sorsát pecsételte meg. Hogyan tudták az elszánt bevándorlók kiátszani azt a vizsgálatot, mely arra szolgált, hogy kiszűrje az olvasni nem tudókat? A folytatásban kiderül. Úgy másfél kilométerre Manhattantől a Hudson folyó túlpartjánál Amerika egyik legikonikusabb építménye, mely a modern történelem legnagyobb migrációjának epicentruma lett. Ez az Ellis Island. Sok millió amerikai felmenője ért itt partot. Az Ellis Islandi bevándorlási múzeum mesél erről a legendás helyről, és arról a 12 millió emberről, akik egykor itt szálltak partra. Barry Moreno a múzeum kurátora. A főépületen minden emigránsnak át kellett haladnia. Hatalmas tömegek érkeztek ide. Az Ellis Islandre érkező emberek közül azonban nem mindenki folytathatta tovább útját. A 20. század elején egyre nagyobb számban érkeztek bevándorlók az Egyesült Államok területére. A hatóságok ezért egy egyszerű, de rémisztő próba elé állították az embereket, hogy kiszűrjék azokat, akik nem tudtak olvasni. A múzeum gyűjteményében megtalálhatjuk az egyik ilyen tesztet. Ezen az egyszerű 7x10-es kis kártyán egy szöveg található. Ennek segítségével állapították meg, hogy az újonnan érkezettek tudnak-e olvasni. Elméletben ennek alkalmazásával távol tarthatták Amerikától a főként Kelet- és Dél-Európából érkező szegény, műveletlen embereket. De a gyakorlatban ez mégsem működött, mert amit ezek az emberek nem tudtak, azt csellel és ravassággal pótolták. Hogy mentek át a műveltségi teszten és jutottak be Amerikába? January 1892. januárja. New York kikötője. Az első bevándorlókat szállító hajók befutnak Ellis Islandre. A hosszú és kimerítő út után az emigránsok felsorakoznak és várják a vizsgálatot. Amint megérkeztek, egy katonai egyenruhába öltözött orvos nézte meg őket. A doktor gyorsan megvizsgálta az embereket. Megnézte az arcukat, a bőrüket, a szemüket, annak érdekében, hogy kiszűrje a betegeket. Csak néhányuknak kellett visszafordulniuk, a többség folytathatta útját. 1900 előtt naponta 5000 ember, zömében angolok, írek, németek és skandinávok érkeztek Ellis Islandre. Ezek a bevándorlók nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy a fiatal nemzet sikeressé váljon. Rengeteg cégnek volt szüksége munkaerőre, amelyek szívesen fogadták az íreket, a németeket, akiket malmokban, gyárakban és bányákban foglalkoztattak. Az arany híre eljutott az óceán túlpartjára is, melynek köszönhetően tömegesen kezdtek az országba áramlani az Európa déli és keleti feléből érkező emigránsok, akik a hazájukban uralkodó szegénység elől menekültek Amerikába. Ezek az emberek azonban mások voltak, mint a korábbi bevándorlók. Sokan tartottak a nagyszámban érkező Európa különböző területeiről származó szláv, zsidó és olasz emberektől.
Sok amerikai úgy vélte, hogy a népesség túlságosan gyorsan növekszik, mások pedig attól féltek, hogy az újonnan érkezők elveszik munkáikat. Az opportunista politikusok számára mindez kapóra jött, és egy új ötlettel álltak elő a bevándorlók számának limitálását illetően. 1917-ben a kongresszus megszavazta a bevándorlási törvényt. Ebben számtalan olyan cikkely kapott helyet, amelyek az európai bevándorlók visszaszorítását célozták meg. Bizonyos embereket nem akartak beengedni az országba. Az új életre vágyók csak akkor haladhattak tovább, ha bebizonyították, hogy tudnak olvasni. Ez a kis kártya sokak sorsát pecsételte meg. Egy nyelvükön íródott szöveget kaptak, melyek általában a Bibliából vett idézetek voltak. Csak annyit mondtak nekik, olvassa fel, hogy megnézzük, tud-e olvasni. Számos szegény, tanulatlan emigráns számára ez óriási kihívást jelentett. Ha elbuktak, vissza kellett térniük arra a helyre, ahonnan elmenekültek. Bizonyára rettenetesen félhettek, amikor a felügyelő kezükbe adta a kis papírt. Hatalmas súly nehezedett rájuk. Ám az elszánt bevándorlók megtalálták a módját, hogyan játsszák ki a tesztet. Az Ellis Islandi emigránsok köztudottan igen dörzsöltek voltak. A fiatal tanult családtagot küldték előre, aki miután átment a vizsgán, odament a többiekhez és elmondta, hogy melyik bibliai idézet áll a kártyán. Sokan kívülről tudták ezeket a szövegeket, bár elolvasni nem tudták azokat. A szülők, nagyszülők vallásossága most igencsak jól jött. Sokan szájhagyomány útján tanultak, így általában nem okozott gondot elmondani a szöveget, amit megkaptak. Azokra, akik sikerrel vették az akadályt, kitárult az ígéret hölgye. Esélyük nyílt, hogy tudásukat és erejüket a nemzet szolgálatába állíthassák. A következő évtizedekben a politikusok újabb kvótákat állapítottak meg, hogy megakadályozzák a tömeges bevándorlást. Egyre kevesebben érkeztek Ellis Islandre. 1954-re a bevándorlás ügyintézése áttevődött Manhattanbe. Így Ellis Island, Amerika kapuja örökre bezárult. Napjainkban az Ellis Island bevándorlási múzeum a reményt szimbolizálja. Ez a kis kártya pedig azon elszánt emigránsok emlékét őrzi, akik egy szebb élet reményében érkeztek Amerikába. Kövületek és tűzoltóautók, történetek túlélésről és dicsőséges utazásokról. Egy elképesztő árulás és a tenger bámulatos teremtményei. Csodás leletek, melyek mind lebilincselő történeteket hordoznak. Mindez a múzeumok rejtélyeiben.